Orff Carmina Burana című oratóriuma a 20. század egyik emblematikus, legnagyobb karriert befutott zenéje. A középkori vágáns énekekre a szegedi kortárs balett koreográfusa Juronics Tamás alkotott lenyűgöző koreográfiát. A történet szerint egy civilizáció romjain tengődő, életben maradásáért küzdő közösség rituálékkal teli életébe pillantunk be, akik félelmeikkel harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják átvészelni, amit a sors rájuk ró. A csalódások, örömök, félelmek megélésével egyre többet tudnak meg lehetőségeikről, emberi mi voltukról. Az emberek nagy része ismeri ezt a művet és szereti, mindig hatással van rá, tehát Karl Orffnak azért sokat köszönhetünk, de sikerült azt gondolom, hogy olyan történetet írnom mellé, ami kapcsolódik valamelyest ezekhez a vágáns dalokhoz, amik egy emberi, szép, szívhez szóló történetet mondanak el, és ezáltal még nagyobb a zene hatása, ereje, és hát mindig jók a táncosok is, tehát az ő mozgásuk élvezete is segíti a nézőt abban, hogy gyönyörködtető est legyen ez mindig. A 2001-es bemutató óta a társulat hatalmas sikerrel táncolja a művet a világ számos színpadán. Sorolni is nehéz lenne, hogy merre felé jártunk. Egyiptomtól Mexikón keresztül, Mexikóban is legalább 40 előadást játszottunk. Európa majdnem minden országában nagyon komoly francia turnénk volt, olaszországi turné, Németországban nagyon sok városban, kb. 20 városban voltunk, de a környező országokban is mindenhol, egészen Cseh, Szlovák, Bulgária, Szerbia, Szarajevóban is volt. Tehát egyszerűen felsorolhatatlan, mennyi felé jártunk. Izraelben is többször is voltunk vele. Úgyhogy valóban egy siker széria van már mögöttünk, körülbelül 300 előadás, tehát egy majdnem egy operett széria. A Molnár Zsuzsa tervezte látvány elválaszthatatlan része az összhatásnak. A 15 táncos, a koreográfia, valamint Karl Orff zenéje együttesen záloga a sikeres produkciónak, melyet a nyíregyházi közönség is vastapsal jutalmazott a táncfarsangon.